Na, sziasztok, kedves nézők! Itt vagyunk a Üvegtigris film forgatási helyszínén. Lallernak hoztam egy kis ócskavasat, ami nem ócskavas lesz, hanem egy rencsodról lesz belőle összeállva. Most egy kicsit rozsdás, meg egy kicsit hiányos. A többi része bent van a kocsiba, úgyhogy semmi probléma nem lesz vele. De biztos örömmel fogadná a filmbeli sok roncs közé. Csak közben megálltam, mert jött kifelé egy autó, azt nem akartam fölvenni. Na tehát, ilyen rozsdás vasakat gyűjtögettek a filmbe is össze, csak ugye ez most továbbiakban is föl lesz használva, rencsodróként fog üzemelni. Itt hátul le lett szedve a negyedik csillagkerék. Van egy-két hiányosság benne, van egy kis javítás rajta, de hát majd össze kell rakni, és akkor mindenem működni fog. Hát ez most ilyen, de a háttérhez jól illik a rozsdás vas. Ezért gondoltam, hogy megállok itt nektek. Ha már az előző videóban beszéltem erről, hogy csak akkor nem látszott, ugye, mert onnan jöttem, abból az irányból, és pont ugye elfordul az út. Itt akkor visszafele jövet, úgyis meg kellett állni, megnézni, hogy nem mozognak a cuccok. Ez a raklap, ez csak ide föl lett tákolva, mert már nem fér föl, mert olyan magasra nem tudtuk felemelni, nem volt itthon a gép a srácnak. Aztán így is szenvedtünk, mire fölpakoltuk. A csavarok be voltak rohadva, mert ha levesszük az összes csillagkereket, akkor nincs ezzel gond. De hát ezek a csavarkák, ezek be vannak teljesen rohadva, hiába fújkáltam meg a másik oldalról, vagy ennek megint a heggesztős trükk lesz a leszedési módja. Majd erről is megpróbálok videót csinálni, hogyha sikerül. Majd kövessétek nyomon. Meg majd itt vannak dolgok, amiket be kell járatnom, meg újra zsírozni, meg stb. Tehát lesz vele meló. De hát otthon már egyszerűbb lesz, mert a rakodógéppel el lehet szedni, és úgy akkor működőképessé válik. Hát ez egy ilyen most így oldalról. Hát ezt még el tudom vinni ezzel az utánfutóval. Súlyban nem olyan sok, olyan 200 kiló körül van, de méreteibe problémás. Fölfele nem gond, hogy kiáll. Hoztam azt a nagy raklapot, hogy azzal majd felállítjuk fölfele, akkor magasabbra fölállt volna. Csak mivel el van hajtva, majd megmutatom, az a része, ami ilyen patkó alakban van, az össze volt rogyasztva, és ezért így nem bírtuk olyan magasra emelni a három pont felfüggesztéssel, és így több mint egy órát elcseszekedtünk vele, mire ketten fölraktuk, mert ez így sikerült. Hát ez ilyen lesz. Majd meglátjuk, hogy hogyan lesz a következő. A lámpát úgy néz ki, sikerült eltörnöm, amikor neki toltam az utánfutót a pakolásnál, de hát mindegy, ezt most már úgy is le kell majd cserélni, mert szegény elöregedett. Majd teszek fel rá új lámpákat, mert megmattó, de ezeket lehet, hogy el fogom rakni, mert a gyári eredeti ez a lédi utánfutóknak. Meg hát most már lassan egy festés is ráfér, mert úgy látszik, hogy ez örök életében velem marad ez az utánfutó. Még nagyon fiatalon vettem. Én is fiatal voltam, az utánfutó is fiatal volt, úgyhogy viszont most már lakatolásra szorul egy pár helyen. De hát majd ezekről is lesznek videók. De sokszor ilyenkor, hogyha hirtelen kell, akkor nem kell kölcsönzőbe szaladgálni, hanem megoldja az ember saját maga. Na hát ezzel búcsúzom, megyek tovább, mert még sok helyre be kell ugranom. Most visszafele már nem csinálok videókat, mert figyelni kell erre, hogy nem mozdul meg. Úgyhogy otthon majd lehet, hogy leszedésről csinálok. Na, sziasztok, tartsatok velünk majd!